Dériné Széppataki Róza Jászberényben született 1793-ban. Emlékezéseiben értékes korrajzot ad szülővárosáról és a pesti kolozsvári kassai magyar nyelvű színjátszás hőskoráról. A Jászok Egyesülete közösségi oldalán fotógalériával állított emléket a művésznőnek. Az oldalon más érdekességeket is közzétettek, például a jászság madárvilágáról. Dobos Lászlót, az Egyesület elnökét, Nánási Anikó hívta fel. A vándorszínészet korának legnépszerűbb színésznője meddig élt a városban? Már 10 évesen azért ácsingozott, hogy színházat láthasson, majd azért, hogy színpadra léphessen. 13 éves korában történt meg az, hogy kikerült a anyai szárnyak alól, ő vitte föl Pestre. Amikor megtudta az édesanyja, hogy ő Pesten nem annyira németet akar tanulni, hanem inkább színésznő akar lenni, akkor visszavitte egy időre. Igen, igen. És hát mindennek ellenállt. Ő megmakacsolta magát, és azt mondta, én mindenáron színésznő leszek. Hogyha 13 éves koráig Jászberényben élt, akkor nyilván sok emléke lehet a városról. Erről írt is. Gyönyörűen ír az emlékezésekben a városról. Leírja, hogy a szomszéd gyerekek, akikkel igen jó barátságban volt, hogy kiabáltak át neki a kerítésen, hogy gyere ki, Patyikás Rózsi! Ő volt mindenkinek a Patyikás Rózsia, hiszen az édesapja, Scheinbach úr volt a városi patikus. Mindenki ismerte, igen nagy becsülete volt a munkájának. Ott éltek a város szívében, karnyújtásnyira a legnagyobb forgalmú helyi épülettől a fogadótól. Hát ezek ezekről mind megemlékezik az emlékírásaiban. És a jászberények őrzik-e az emlékét? A Jászberényi Margit szigeten ott van a szobra, egy fehér mészkőből faragott gyönyörű alkotás, aztán egy kicsi nyutcácska az, amelyikben valamikor a házuk át viseli Dériné nevét, és ott abban az utcában ma egy banképület falán áll egy emléktábla, ami arról szól, hogy ennek az épületnek a helyén állt egykor a patika, ott, ahol született Patyikás Rózsi Dériné Széppataki Róza. A Jászok Egyesületének közösségi oldalán tehetünk egy sétát a 19. század elejé Jászberényben. Hogy képzeljük ezt el? Kiváló gondozója az oldalunknak, Bugyi László Úriga, úgy állította össze ezt a fotóanyagot, hogy mindaz látható benne Jászberényből, amit annak idején, amikor ott hazatért és bejárta a város Dériné, ő maga is láthatta. Tehát mindaz, ami a 19. század elejétől a mai napig Jászberényben megmaradt. Láthatjuk a fogadó emlegetett épületét, láthatjuk a főplébánia templomot, amelynek a falán abban az időben még ott függött lehelkürtje, mert akkor még nem volt múzeum, tehát ott őrizték. Láthatjuk azokat a kőképeket, amelyek a jászsági katolikus kegyességnek az útmenti építményei egy-egy szentnek az ábrázolásával. Tehát próbáltuk úgy összeszedni, úgy összeállítani, hogy ez az időutazás, ez azt a látványt tárja elénk, amelyet annak idején Dériné is láthatott, amikor hazatért. Hazatért, mert hűségesen szerette édesanyját, sokszor ment hozzá. Van egy részlet a Dériné című filmből, amit 1951-ben Kalmár László rendezett, és aztán a Ligeti féle híres szobor, amely sokak számára gondolom talán ilyen népként, figuraként is előjön, hiszen porcelánba is öntötték. Most ez a szobor 1944-ben Budaostrom akkor megsemmisült, a Horváth kertben állt, és 10 évvel ezelőtt újrafaragták, újraállították. Több más városban is álló szobrai, de hát egy kicsit az ő tisztelete, az ő utóélete is megjelenik. És hát Dériné emlékiratai ennél szebb időutazást tenni a reformkorban alig ha lehet. Nem csak a színészet életéről, nem csak a magyar nyelvű színészek, a vándorszínészek küzdelmeiről beszél, hanem arról is, hogy hogyan, milyen volt a hétköznap akkor, hogyan öltöztek, hogyan étkeztek, ő maga mit főzött, milyen szenvedélyek kapcsolták őt össze pályatársakkal, milyen szívügyek voltak, amelyek az útján elkísérték. Tehát húsvér nő, majd 80 éves, amikor mindezt papírra veti, és hát gyönyörű, mind nyelvében, mind tartalmában. Ezt próbáltuk képanyagban megragadni. Vannak más újdonságok is a közösségi oldalukon, például nagyon érdekes lehet a jászság madárvilágáról szóló anyag. Mindez, amit ott látunk, egyetlen kertben készült. Bugyi László Úriga barátunk, aki egy amatőr fotográfus, most ő a saját kertjében heteken keresztül figyelemmel kísérte az itató körül történő eseményeket. És aztán
az ott megforduló apró madárkáktól, a megyvágóktól, a cinegén át, egészen a szajkóig, a mátyás madárig, ami már ugye egy termetesebb jószág, majd minden a jászsági természetben megforduló madarat meg tudott örökíteni.